Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hamarosan kezdődik a regisztráció, új helyen vehetik majd át a csomagokat a 65 év felettiek. Visszaeső fogyasztás, aggódnak a hazai borászok. Női és férfi szerepek változásai, előadás sorozat a Babits Mihály Kulturális Központban. Hova tovább, középfokú beiskolázás, szakmaválasztás. Október 16-ától egészen november 3-áig regisztrálhatnak a 65 év felettiek karácsonyi csomagra Szekszárdon. Az adományokat idén már új helyen, a Béla Király téren vehetik át a szépkorúak. Évekkel ezelőtt kisbolt működött itt ebben a sarki épületben a szekszárdi Béla Király téren. Az önkormányzat nemrég azonban megvásárolta az ingatlant. Máté Péter, a helyi Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy idén már ezen a helyen vehetik át a 65 év felettiek a karácsonyi csomagjaikat. Ezt mindenképp fel kell újítanunk, de első körön erre alkalmas, hogy a csomagot itt kiosszuk. Ez mindenképp jobb, mert a Garai térhez képest több a megállási lehetőség. Szeretném hozzátenni, hogy 10 darab parkolóját alakítottunk ki a Béla Király téren, ami hamarosan üzemelni fog. Egyelőre a távlanyom készítésre várunk, de ez napok kérdése. Úgyhogy itt van előtte 10 plusz parkolója, ami eddig nem volt. És az épületet viszont hirdetjük, vagyis ezt a részét. Szeretnénk, hogyha itt újra élelmiszerárusító hely lenne. Ezt a vagyonkezelő KFT, ha jól tudom, már föltette a hirdetést, tehát mindenképp keresünk olyan bérlőt, aki élelmiszert árusítana ezen a helyen a későbbiekbe. Hozzátette, hogy ebben az évben még biztosan nem adják ki az ingatlant, így a ledes izzókat és a karácsonyi csomagokat is itt lehet majd átvenni. Utóbbira egyébként a 65 év feletti lakosok október 16-án kezdhetnek el regisztrálni. Erre egészen november 3-áig van lehetőségük. 7. alkalommal fogják az idős szekszárdi polgárok ebbe az ajándékcsomagba részesülni. Annyit kell ehhez elmondanom, hogy tavaly 2000 forintról 4000 forintra, az idejében 4000 forintról 5000 forintra lesz megemelve a csomag tartalmának az ára. A 65 év feletti polgárok jelentkezhetnek telefonon, csak telefonon, a 74-999-333-as telefonszámon. Jelentkezni tehát október 16-ától november 3-áig lehet. A legalább 8 termékből álló minimum 2 kg-os csomagokat december 4-től 15-ig tudják majd átvenni. A 65 év feletti szépkorú polgárok a Tolnai vármegyeszékhelyen. A hajléktalan ellátásban résztvevő szervezetek felkészültek arra, hogy a hideg beköszöntével el tudják látni feladataikat, hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. A politikus elmondta, hogy a hajléktalanok téli ellátásának megszervezéséről széles körű egyeztetést folytattak, amelybe a rendőrséget, a mentőszolgálatot, a fővárosi önkormányzatot, a megyei jogú városok képviselőit, valamint a hajléktalan ellátásban tevékenykedő szervezetek képviselőit is bevonták. A hajléktalan ellátásban az együttműködés a legfontosabb, jelentette ki az államtitkár. Hozzátéve, Magyarországon jelenleg 240 szervezet felel a hajléktalanok ellátásáért, és a feladatok elvégzéséhez rendelkezésre állnak a szükséges források a költségvetésben. Közlése szerint országosan 78%-os a férőhelyek kihasználtsága. Visszaeső fogyasztás miatt aggódnak a hazai borászok. Ez a trendek változásának is köszönhető, melynek legnagyobb vesztese leginkább a vörösbor, mondja a szakértő. Az európai borászatra jellemző fogyasztás csökkenés itthon is érezteti hatását. A borfogyasztás visszaesése drasztikus lett az elmúlt 20 évben. Ezzel párhuzamosan azért a Magyarország szőlőterülete is csökkentek. Lényegesen kevesebb szőlőterületen gazdálkodunk már, mint 20 évvel ezelőtt. Viszont a borfogyasztása is az elmúlt években iszonyatosan visszaesett. Ennek az okát mi is vizsgáljuk és nézzük, és látjuk a fogyasztói trendek változását. Érdekes módon a fehér boroknak a fogyasztása az növekedett a borvidéken, a rozé az már évek óta egy stabil, stagnáló piac, de a vörösborok kész fogyasztása drasztikusan csökkent. Hiszen amíg Magyarországon 20 éve még 30 liter volt az egyfőre eső borfogyasztás,
Addig idén ez a mennyiség már megközelítően 15 literre esett vissza. Rázni több bokot is látunk benne, például a mai fiataloknak kevésbé nyúlnak a borhoz. Én nem gondolom, hogy az alkoholfogyasztás csökkenne, sokkal inkább azt látom, hogy a bornak a fogyasztása csökken. Valahogy nem érinti meg a fiatalokat már a borhoz való kultúra, nem érinti meg, hogy ez nem csak pusztán egy alkoholos termék, hanem ez egy nagyon komoly szakértelmet igénylő fogyasztási cikk, és ezért előszeretettel választják azokat a termékeket, amelyek esetleg jobb ivásúak, édesebb ízek, és ezek a száraz vörösboroknak sajnos most egy picit visszaesőben van a fogyasztása. A bajok szembetűnő jelei közül megfigyelhető, hogy a borfogyasztók korfája rohamosan öregszik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani. A fejlődésben lévő repcének nagy szüksége lenne esőre, de a vasárnap érkező hidegfront csak kevés csapadékot hoz, és az érkező sarkvidéki levegő miatt a jövő hét első felében ismét várhatóak reggeli fagyok, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A talaj felső 20 cm-es rétegen nagyon sokat száradt a legutóbbi szeptember végi országos csapadék óta, a mélyebb talajrétegek pedig már az ősz elejére kiszáradtak nagy területen, és azóta sem pótlódott a nedvesség. Az elemzés szerint a kukorica aratása javában zajlik, az optimális szemnedvesség eléréséhez a száraz, meleg időjárás kedvező, és utóbbi kedvez a gyümölcsök betakarításának, az optimális cukorfok kialakulásának is. Az őszi káposztarepce számára a szeptember végi eső sokat jelentett, viszont azóta sokat száradt a talaj, és a többnyire 4-6 leveles kis növényeknek nagyon jól jön egy újabb kiadós csapadék. Tart az őszi kalászosok magágy előkészítése, és többfelé már a mag is a talajban van. A keléshez azonban túl száraz a talaj felső része. Október 10-e a Mentális Egészség Világnapja. Ennek alkalmából pénteken délelőtt különböző előadások várták az érdeklődőket Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Ezzel együtt a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya nyílt napot is tartott, ahol a látogatók betekintést nyerhettek az osztály mindennapi életébe, terápiás munkájába. Jelentős számban érkeztek érdeklődők pénteken délelőtt a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol a Mentális Egészség Világnapja alkalmából gyűltek össze. Kertész Ágnes, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa azt mondta, idén a férfi és női szerepek változásának témája lett előtérbe helyezve. Nem mindig sikerül jól ez a változás követés, az alkalmazkodás, megjelennek a szenvedélybetegségek, és gyakorlatilag a szakmai napunkon is több féleképpen érintjük a szenvedély kérdését, szenvedélybetegségeknek a kérdését az alkohol probléma, illetve a dohányzás mentén. A doktornő kitért arra is, hogy ezek a változások milyen okokra vezethetőek vissza. Az ipari forradalom egyenes következménye volt az első világháború, ami a nőket a korábbi tradicionális nőszerepekből teljes egészében kibillentette, és gyakorlatilag férfi munkásként kellett a háborúban dolgozniuk, családokat fenntartani, és azt gondolom, hogy a jelentősebb változások innen indultak, hogy a munkahelyeken, az irodákban, a tudományban is megjelentek a nők. A Pszichológiai Kultúra Hete október 9-én indult egy kiállítással a pszichiátriai betegek munkáiból, majd szerdán és csütörtökön különböző előadásokkal folytatódott. A záró szakmai napon az említett előadássorozat majd délutántól kreatív színház várta a vendégeket. A migránsokkal szemben csak a magyar modell működik, az Európai Unió pedig ahelyett, hogy átvenné ezt a modellt, le akarja rontani, jelentette ki a miniszterelnök pénteken. Orbán Viktor kiemelte, Brüsszel azt akarja, hogy osztozzunk a biztonsági kockázatban, amelytől ők szenvednek a korábbi években meghozott rossz döntéseik miatt. Kifejtette, olyan szabályokat alkotnak, amelyekkel rá akarják kényszeríteni Magyarországot, hogy engedje be a területére azokat az embereket, akik a déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen.
Brüsszel döntése szerint Magyarországnak is fel kéne építenie egy 10 000 fős menekült tábort, egy migráns gettót, és ott kellene tartanunk az illegális bevándorlókat egy ideig, utána pedig ki kéne őket engednünk, mondta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy ez ellen védekeznünk kell. Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára, sokan ezekben a hónapokban döntik el, jövőre hol kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy nyílt napokon és szakmabemutatókon várják a tanulókat. A Tolna vármegyei SCVI Péter szakképzőiskola és kollégium Tamásiban szintén megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. A Tolna vármegyei SCVI Péter szakképzőiskola és kollégium 5 ágazatban indít képzést a 2024-2025-ös tanévben. A technikumi formában informatika és távközlés, illetve turizmus vendéglátás, a szakképzési területen pedig építőipar, gépészet, kereskedelem és turizmus vendéglátás ágazatba várják a leendő 9-eseket. Fúrján Katalin Anett igazgató a közelgő nyílt napok kapcsán beszélt az intézményben megvalósuló képzésről. Nagyon nagy mértékben segíti az oktatást, most már 3 éve a szakképzési rendszerváltás óta a projektoktatás, és most is ebben a tanévben is az a célunk, hogy egyre inkább a közismereti oktatást beintegráljuk a szakmai oktatásba, hogy aztán 10. évfolyamba lépve szakképzőiskolai diákjaink a duális képzőhelyeken megállhassák a helyüket, és minél gyorsabban tulajdonképpen termelő tevékenységet tudjanak végezni a különböző duális képzőhelyeken. Egyébként a VÁI-nak jelenleg 28 partnere van, tehát a duális képzésben 28 kisebb vállalkozás, helyi, illetve tamási környéki vállalkozás vesz részt. Az intézményvezető hozzátette, a diákokat szolgálja az elmúlt év legnagyobb fejlesztéseként az A épület nyílászáróinak cseréje, és folyamatban van a kollégium közösségi tereinek megújítása is. Nyugodtan mondhatod neki azt, hogy hagyja ki a várakozás, mert fölfűtöttem a tárcát. Igen. Ez pedig már a 3D labor. Kolozs Levente oktatás szervezési és fejlesztési igazgató helyettes elmondta, a VÁI-ban több évtizedes hagyománya van az informatika képzésnek, és mivel ez az ágazat nagyon gyorsan fejlődik, az itt folyó oktatásnak is lépést kellett tartania a változásokkal. Ezért indult el ez a hatalmas fejlesztés, ahol most is vagyunk, ez a 3D labor, amelyet az intézményünk minden egyes osztálya számára biztosítunk. Ugye a szakképzésben ágazati projektoktatás folyik, és az ágazati projektoktatásban speciális 3D-s projekteket dolgoztunk ki a tanulóink számára, ami azt jelenti, hogy minden egyes ágazatban, csoportbontásban különböző 3D projekteket valósítunk meg ebben a speciális teremben, ami azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országosan is egyedülálló lehetőség, melyet a szakképzési centrum vezetésének köszönhetünk. Körülbelül 35 millió forint értékű eszköz került elhelyezésre ebbe a terembe, amelyet természetesen tananyagi tartalommal is fel kell tölteni, ahhoz, hogy megfelelőképpen szolgálják az informatikus és más ágazatokban tanulóknak a tanulmányi előmenetelét. A Tamási Váhi Péter szakképzőiskola november 16-án és 17-én nyílt napon várja a képzései iránt érdeklődő 8-osokat és szüleiket, akik egyaránt betekinthetnek a műhelyekbe és a tantermi oktatásba is. Regionális híreink következnek. Közszolgálati lét a Perem kerületekben kedvezménycsomag segítené a pécsiek életét. Magyar Falu program, több épület is megújult Magyarbolyban és Bezedeken. Nem vásárolni járt a boltba a tolvaj, a kasszából vett el pénzt a szigetvári férfi. A pécsi jobboldal által felvázolt közszolgálati kedvezménycsomag az országban egyedülálló módon kívánja felvenni a kesztyűt a versenyszférának, a magasan képzett munkavállalók irányába tanúsított elszívó hatásával szemben. Pozitív mellékhatásaként pedig elősegíti a külső településrészek Pécs Vasas, Pécs Somogy és Pécs Hird magasabb fokú integrációját is a város szövetébe, hiszen ezzel könnyebbé válik a hivatali munkavállalás a külső településrészeken élők számára is.
Erről beszélt a Perem kerületek önkormányzati képviselője. Orvosi rendelő a Pécshez tartozó Hírden. A közszolgálati kedvezménycsomag, amit a polgári oldal javasol, kedvező változásokat hozna a Perem kerületekben, például az orvosok megtartásában is. Erről tartott tájékoztatót Hírt Somogy Vasasváros részek önkormányzati képviselője. Annak ellenére, hogy ezek falusias településrészek, mégis van néhány közszolgáltatási intézmény, ahol köztisztviselők, közalkalmazottak dolgoznak, és azért ez a 6,5-7 ezer ember közül számosan a városban, akár az önkormányzati intézményeinél, akár a kedvezményprogramban megjelölt tűzoltóság, katasztrófavédelmi, egyéb szerveknél vállalnak munkát. Vagyis aki Pécsre jár be és a közszolgálatban dolgozik, utazási kedvezményt kapna az elképzelés alapján. Így könnyítenék meg a terheiket. Akik pedig a Perem kerületen vállalnának ilyen állást, azoknak a lakhatását segítenék, mondja a képviselő. A város részben lenne lehetőség települési lakásokban, akár ahogy volt is korábban példa orvosi szolgálati lakás, vagy akár akik itt a helyi iskolákban, szociális otthonokban vállalnak munkát, azoknak lakásépítésben megkönnyíteni az elhelyezkedésüknek a körülményeit. Örülnének annak, ha olyan rendelkezések születnének a városházán, amelyek révén újabb és jelen esetben jól képzett, közszolgálatot ellátó családokkal bővülhetne a közösségük, mondja a politikus. Ez egy olyan lépés, ami ugyan a mi település részünk jellegéből fakadóan nem egy számottevő több ezer főt érintő tömeg, de a városhoz való, a város szövetébe való intenzívebb bekapcsolódás érdekében fontos, hogy itt a külső város részekben is erősítse a városi közszolgálatokban hivatást vállalóknak a mindennapjait és a napi munkavégzés feltételeit, azzal, hogy a lakhatás, illetve a kedvezményprogram rájuk is ki lenne terjesztve. Berényi Zoltán szerint a javaslat megvalósulásával egy széles munkavállalói réteg kaphat bátorítást arra nézve, hogy a külső település részek lakójaként megmaradva is lehet komfortosan közszolgálatot vállalni Pécsett. Ezért is fontos lenne a bevezetése a kedvezménycsomagnak, amit a helyhatósági választás megnyerése után tehetne meg a javaslatot kidolgozó polgári oldal. Falufejlesztés történt Magyarbolyban és Bezedeken is. A Magyar Falu programnak köszönhetően polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése valósult meg, illetve egy szolgálati lakás is megszépült teljes egészében. A fejlesztések közel 100 millió forint összegből valósultak meg a térségben. A magyar kormány kizárólag hazai forrásból elindította a Magyar Falu programot, amely a magyar vidék fejlesztése szempontjából a legfontosabb. A hiánypótló program éppen Baranyának kedvez, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Baranya vármegye apró falva szerkezetű térsége az országnak, 301 település van, és bizony korábban a szocialista baloldali kormányok alatt ezek a települések halára voltak ítélve azáltal, hogy a helyben megfogalmazott fejlesztési igényekre jelentős részben és arányban nem jutott forrás. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a Magyar Falu program az sikeres. A mostani magyarbói és bezedeki fejlesztés is azt mutatja, hogy a Magyar Falu programról a vidéki Baranyában legkisebb településekre jutott források is igen jól hasznosulnak, olyan módon, hogy azok a közösség javát szolgálják, a közösség gyarapodását, és helyben a kis települések népesség megtartó erejét erősítik, ezért is tartom kiemelten fontosnak. Ahhoz, hogy falvaink élhetőek legyenek, az infrastruktúrát is meg kell teremteni azok köré, akik a településért dolgoznak. Ők a köztisztviselők, akik a polgármester munkáját segítik a településeken. Most a Magyarbói Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztését végezték el. Itt van az ország egyik legnagyobb közös hivatala, egészen pontosan Nagyharsányi székhelyel, de ennek a nagy közös hivatalnak van a Magyarbolyon egy lerakata, amit most felújítottunk. Ez a közös hivatali egység, innen 4 település adminisztrációját irányítják. Tehát ahhoz, hogy jól menjenek a dolgok a kis településeken, nyilvánvalóan kell az infrastruktúra, ami a dolgozóknak meg is teremti azt a lehetőséget, hogy hatékonyan is jól dolgozzanak.
ez az épület, ennek az épületnek a felújítása történt meg, belsőleg is, és persze energiai korszerűsítés is történt. Magyarbolyban történt még egy fejlesztés. Az evangélikus templom mellett lévő imaházat is felújították. Ezt civil szervezeti pályázati forrásokból biztosította a kormány, tette hozzá Hargitay János, országgyűlési képviselő. Gyopáros Alpár kormánybiztos az avató ünnepségek alkalmával elmondta, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és a magánépületek energetikai korszerűsítése manapság fontosabb, mint valaha. Különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók okán az energiaárak az egekbe szöktek az elmúlt években, és bár mérséklődni látszanak az árak, de ki tudja, hogy mit hoz a jövő, és nyilvánvalóan, ahogy egy család is felelősen valamilyen, akár egy állami támogatás segítségével, akár a csok támogatás segítségével, akár önerőből, de azon igyekszik, hogy a saját ingatlanját, a saját otthonát is korszerűsítse, hogy minél kevesebb legyen hosszú távon a rezsikiadása, ugyanúgy az önkormányzatok is, mint ahogy a vállalkozások is, az állam is, ugyanúgy az önkormányzatok is arra kényszerülnek, hogy a lehető legtöbb energiát erre fordítsák, hiszen ez a hosszú távú működésüknek az záloga. Magyarbolyban és Bezekeden is történt energetikai fejlesztés. 2009 óta írnak ki ilyen pályázatokat magyarországi kistelepüléseknek a Magyar Falu program keretében. Szolgálati lakások is sorra kerültek a pályáztatás alkalmával, amely igen fontos. Ez történt most Bezekeden is, ahol egy szolgálati lakást újítottak fel. Kihasználta, hogy üresen maradt az üzlete, a kasszatartalmát emelte el, majd a másnap is a bevételből vett el az a férfi, aki ellen most emeltek vádat. A szigetvári járási ügyészség nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, aki 2023 áprilisában két egymást követő nap is lopott egy szigetvári üzletből. Üres a pult, nincs senki az eladótérben, ezt használja ki az elkövető, ahogy a biztonsági kamera felvételén is látszik. Szigetváron történt a lopás, az ügyészség most emelt vádat. A vádlott 2023. április 23-án kora délután bement egy szigetvári üzletbe, és kihasználva azt, hogy nem tartózkodott senki a pénztárnál, a kasszából készpénzt vett ki. Elhagyta az üzletet, de néhány perc múlva visszatért, ismét visszament a pénztárhoz, és a pénztár alatti szekrényben levő dobozból magához vett egy köteg bankjegyet, és kivett egy mobiltelefont is a szekrényből. Másnap ismét visszatért az üzletbe, és ismét készpénzt vett el a kasszából. A vádlott összesen 240 ezer forint kárt okozott az üzletnek, ami nem térült meg. A vádlottat a szigetvári járási ügyészség lopás vétségével vádolja, és vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben büntetővégzést hozzon, és pénzbüntetést szabjon ki. Így az indítvány szerint nem kerül most bíróság elé a férfi, az iratok alapján határoznak majd. A pénzbüntetés mértékét a bíróság határozza meg, az ügyészség erre nem tehet javaslatot. Ha ezt nem fogadja el az ügyészség vagy a vádlott és védője, akkor tárgyalásra kerülhet sor. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Hamarosan kezdődik a regisztráció, új helyen vehetik majd át a csomagokat a 65 év felettiek. Visszaeső fogyasztás, aggódnak a hazai borászok. Női és férfi szerepek változásai, előadássorozat a Babits Mihály Kulturális Központban. Hova tovább, középfokú beiskolázás, szakmaválasztás. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, napos, kellemes időre lehet készülni. Estére azonban már érkezik a ciklon hideg frontja. Az északnyugati országrész felől gyors és erőteljes felhősödés kezdődik. Vasárnap az előző naphoz képest közel 10 fokot esik vissza a nappali hőmérséklet. Hétfőre előreláthatólag elvonul a front felhőzet. Reggel kifejezetten hideg, északon néhol fagypont közeli hőmérsékletű idővel indul a nap. Friss hírekkel legközelebb hét főeste jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!